A madarakat megvizsgálták, a lábukra gyűrűt helyeztek fel, és szabadon engedték őket. Ez a program is nagyon népszerűnek bizonyult a vadvasárnapon, a Sóstó Vadvédelmi Központban. Sajnos nem minden madár gyógyul meg, vannak, akik egész életükben a központ lakói maradnak. Baleset következtében félig látását vesztő bagoly, röpképtelen gólyák. Utóbbiak egyikét a bálamadzaktól szabadították meg, már soha nem fog tudni repülni. A program célja, hogy rávilágítson a környezettudatosság fontosságára, a természet védelmére. Úgy tűnik, hogy az emberek körében szerencsére most már ez elég népszerű, és hát tudatosan próbálnak segíteni a sérült állatokon. Azonban tudniuk kell, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, tehát jóval nagyobb természetvédelmi problémák vannak sajnos. Viszont ezek a sérült állatok felhívják a figyelmet ezekre a nagyobb problémákra, és ezáltal az embereknek az érdeklődését felkeltetjük az élővilág, illetve az élővilágot fenyegető veszélyekre. Nem csak madarakkal, rágcsálóval is találkozhattak az érdeklődők. A központban felnőtt nagy pele a látogatók kedvencévé vált. Őt várhatóan tavasszal engedik majd vissza a természetbe. A foglalkozás nagyon népszerű a kicsik és a felnőttek körében is, így lesz még vadvasárnap. Január 15-én, 22-én és 29-én is tartanak ismeretterjesztő foglalkozást a Sóstó Vadvédelmi Központban.